Ja, üdvözöllek! Kis László a Krisztián nevem. Ez a videó arról szól, hogy hogyan kezdtem írni. Egy egyszerű, rövid bemutatkozás. Tényleg a lényeget szeretném elmondani. Szakmunkásoriban nem volt, vagy hű, de jó tanuló, de azért érdekelt az irodalom, történelem, kémia, olyan, hogy matek, kilőve. Nem is foglalkoztam vele. Nem is érdekelt valójában, inkább az irodalom. Irodalomban viszont egy olyan rész következett, hogy minek megtanul az verset, akkor látom az értelmet, ha csak elolvasom. Tetszett, szerettem. Ez ment. Tovább ment középiskolában is. Szakmunkásuliban. Igen. Ez jó évek voltak. Akkor már fejlesztettem egy dolgot, egy olyan dolgot ki, hogy nem órákig írtam a levelet, például a szakmunkásban, hanem óra alatt, 40 perc alatt. Igen, ez egy komoly dolog számomra, visszatekintve. Igen. Ez volt az első olyan dobásom, ami ilyen rövid idő alatt írtam. De visszaugrok az időben. Egy kicsit maradok abban az időben. 2003-at írok. Akkor jött az, hogy lányjal együtt jártam. Tetszett, szerettem. És együtt jártam vele. És írtam neki verset. De nem tudatosan. Úgy jött. Mondom, berobom, lesz, ami lesz. Egy kifejezés. Megértem, amit éreztem. Így van. Jött is. Tetszett a lánynak a vers. Pirult, örült neki. Szerelmes lett, még jobban szerelmes lett. És ez egy ezután, az időszak után hosszú szünet érkezett az életemben. Sem munka, semmi. Magány, csendesség. Senki nem volt körülöttem, mellettem. Úgy, aki ezt írtam volna. Sajnos, vagy nem sajnos, de ez megtörtént. 2007-et írok. 2007-ben volt egy első élettársi kapcsolatom. Na, akkor vettem úgy észre, újra írok szerelmes verset. Többszöri elsőre, többszöri nekifutásra. És arról volt szó, hogy igen, tetszett a hölgynek, az akkori páromnak tetszett, örült neki, vidám volt, és itthon a családi házban, akkor lett internet. Abban az évben lett internet. Akkor csináltam az első Facebook fiókomat. Jó visszaemlékezni. Akkor kezdtem bontogatni igazából a szárnyam. Érdekelt az írás. Milyen is, kinek tetszik, hogyan tetszik, és egyszerűen jött egy ötlet. Ember jött egy ötlet, hogy ki kell próbálni. Meg is történt. Egyre jobban kezdtem írni. Kemény munka volt, de vagy így visszagondolva, kemény helyzetbe kerültem. Kaptam olyanokat, hogy miért hol voltál, tehetséges vagy, miért nem írtál eddig, hol bujkáltál. És annyira érdekelt a dolog, hogy egyre komolyabban vettem az írást.
Akkor még ilyen kezdetlegesen értem. Kerestem az utam, kerestem a helyem, kerestem azt a vonalat, amivel tudok érvényesülni folyamatosan. És ez az útkeresés, akkor még azt se tudtam ebben az útkeresésben, hogy léteznek ilyen csoportok, művészcsoportok, irodalmi körök, nívós csoportok, és egyszerűen elkezdett magától jönni. Egymás után, sorba. Mintha végtelenség lett volna az egész. És mai napig ott vagyok azokban a csoportokban. Közben alakultak, formáltak. Akik jöttek, emberek, ismerősök, barátok lettek, alkotók. De viszont egy, kihangsúlyozza az egyet, jó mélyen, egy személy, tudtam azonosulni vele. Neve Nemetz Marian. Csodálatosan ír. Felső fokon. És ahogy hallgattam a repzenét, ez a kettő dolog, Marian, tudománya, lelkivilága, világa, nem is tudom, hogy mondjam, és a repzene, egyet kezdett varni bennem. Megtaláltam, adottam. Közben írtam. De magyar zenében hősökkel kezdődött. Lelkivilág. A zenevilág. És nagyon fontos a szövegvilág. Sokat mondott, sokat tanultam belőle. És volt olyan időszak, hogy reggeltől estig írtam, amikor itthon voltam. Sajnos vagy nem sajnos, 2005 után hosszú szünet jött az életembe. Munkanélküli lettem. És az írásban találtam meg azt, ami lekötött. Természetesen jöttek ezek az alkalmi munkák, szezonmunkák, például ilyen, hogy közmunka. Ez csak egyébben egyszer van. Hosszabbítanak, vagy nem hosszabbítanak alapon. És egyszer csak egy hosszú szünet között. Ez egy időszak után egy hosszú szünet következett. És azt tudom erre mondani, hogy egyik barátom által ismertem meg a hősöket. A honfoglalók. Bitangó. Tetszett. Vitt. Meg volt az érzés, hogy visz. Mondta a haver, hogy olyan úgy nézek ki, mint aki be van kábolva. Mi van, bedrogoztál? Mondom, nem. Csak annyira tetszett. És ez úgy megfogott. De visszatérve 2007-ben, pont abban az évben történt. Ez az egész mindenség. És emlékeztem hősökre. Tetszett a szövegvilág. Mesél az erdő. Honfoglalók. Mindörökké. Tudom mindenkinek ajánlani őket. A régieket. Az underground alapokat. És ebből indult ez egész. Napról napra írtam. Formálódtam. Alakítottam magam. És közben jött Nemetz Marian író. Olyan magas szinten ír, le a kalappal. Mai napig ő a mesterem. Igen.
akik akkor jöttek, szépen csendben eltávolodtak, utána ő maradt meg mellettem egyedül, maga szinten. És tudtam azt, hogy a mester az mester. Tanonc vagyok, ha a problémám volt, gondom, bajom, kihez fordulhatnák? A mesterhez. Maga szinten ír. És az ő világával tudtam azonosulni, annyira, hogy tényleg napi szinten olvastam. Másoktól nem mondhattam meg annyira dolgokat, mint őtől le. Egy-egy korszakot is felállítottam tőle, egy olyan korszakot, hogy időkön, az időkben előre vagy visszafele volt, de egy korszakot mindig megmutattam tőle. És örülök neki, és sikerült. Örülök a mesternek, és mindannak, amit neki köszönhetek. Igen. Fejlesztem magam, tanítom magam, teljesen magamtól. Itt ebbe mondanám el, hogy az életről írok, nem mesét. Valóságot írom meg, az életemet. Versem, a prózám, az az én memoárom. És nem egy kitalált történet. Igen, így van. Annyira igazságot írok, hogy közel 10 évig ingáztam Bükkaranyos és Budapest között. Jobb élet reményében. Jobb helyzetben legyek minden téren. Természetesen ebben benne van az a kis pikantéria, akiket a Facebookon megismertem, írókat, költőket, személyesen megismerjem. Igen, személyesen. És közben megtaláljam a helyem, a világom, mit is szeretnék valójában, és hogyan. Ez volt az alap, ezért szerettem volna úgy, hogy teljes mértékben helyreálljak. Meglegyen egy bizonyos egzisztenciám, és könyveket, kiadót találjak, stb. Stb. Mint egy normális ember. Ilyen helyen, olyan helyen szerepeljek, és ahogy mindenki más éli az életét. Nem jött össze. Borsodban. Szülői ház, lakcím. Budapesten az utca volt. És belefáradtam. Keményen belefáradtam. Végleg hazajöttem. Azért, hogy teljesen helyreálljak. És olyan szinten, hogy ha újra megyek, nem ha, Budapestre vissza kell mennem. Minden ott van. Miskolcon nem találtam meg azokat a dolgokat, amit szeretnék. Nincs még azok a lehetőségek számomra, amilyen szeretnék. Ezért vissza kell mennem Budapestre. Természetesen honvágy, barátaim, költőtársak, barátok, itt civil barátok, költőtársak, barátok, író, költőszövetség, könyvkiadó, stb. Stb. Amivel labdába is tudok rúgni. Miskolcon ilyen dolgokat nem találtam meg. Igaz, de nem, semmi baj nincs. Az élet megy tovább. Arra szintre jutottam, hogy ahogy mondtam, hazajöttem,
elkeseredésemben. Az életemben sok mindent láttam. Jót és rosszat is. Nem csak Budapesten, hanem Miskolcon is. Úgy nem mennék mélyebben bele, mert magán dolog, magánügyem. Miket is láttam. Aki szeretne megismerni, keressen a Facebookon meg, az Instagramon, és olyan helyeken, platformokon, ami velem kapcsolatos. eoldal.hu Kis László Krisztián. Ha a Google-be beírok a Kis László Krisztián, mindenhol megtalál Twitteren, Instagramon, Facebookon, oldalaimat. Röviden ennyi. Munkásságom. Hát az egyszerű és nagyszerű. Nem kötött formában írok. Ez igaz. Szeretem az irodalmat. Szabad stílusban. Szeretem a szabadságot, szólásszabadságot. 18-as karikát is használom. Mert szókimondó vagyok. Igaz. 12 éve írok. 12 éve. De valójában 2003-tól. A munkásságomat 2007-től számítom, előtte lévő időszak az van, az úgy megvan magának. És olyan nehéz ilyen videót készíteni, hogy bevallom. 11 év után, már 12. éven beléptem, sok-sok magot elültettem. Igen, sok magot ültettem Facebookon, ilyen csoportokban, és az egyik régi olvasómról nem is tudtam, hogy saját rádiója van, a másik olvasómról se tudtam, hogy neves újságszerkesztő, és könyveket fordított. És el tudom azt mondani, hogy ezek az embereknek sokat köszönhetek. 2019-ben eleget szenvedtem már érte, és pont ők nyitották fel a szemem. A másik hölgy. Olyan csoportokba tett, ami nívós, magasabb szintre emel, magamhoz is képest is magasabb szintre emelt. Mondjam a nevét, mondom. Rózsa Braun. Bakrita. Újságszerkesztő. Gondol a kulturális magazin szerkesztője. Kortárs Algó szerkesztője. Innen is köszönöm nekik, hogy olyan lehetőséget adtak, és általuk kaptam az életben olyan lehetőséget tényleg, amely sokkal magasabb szintre emelt gondolkodásban, tudásban, és még egy olyan személy van, aki tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, százszor mondom, hogy nagyon sokat köszönhetek. Lesse Erzsébet. Saját rádiója van. És ez a videó neki készül. Egy rádióban fog szerepelni, hallani. Teljes egyszerű bemutatkozás. Remélem tetszeni fog mindenkinek. Nem fogok csalódást okozni. Én azt mondom, élem az életem. Meg van írva a sorsom, hordom a keresztem, és jöjjön, aminek jönnie kell. Munkásságomba tartozik. Megtaláltam az életem értelmét. Múzsám
és az írás két legnagyobb mérgem, szerelmem. Én úgy szoktam mondani, egy mérgem, ami a legnagyobb szerelmem, a múzsám és az írás, tényleg az írás életem része lett. Annyira, ha beteg vagyok, nem írhatok. És el tudom azt is mondani, hogy magam azt alára sokat letettem már. Sok mindent. Facebookon, a csoportokban nememet letettem. És azt is kimerem mondani, hogy egyedi stílusban írok. Azt nehéz utánozni. Sem lopni nem lehet, se kapintani. Hogy mondtam, nehéz, szerintem lehetetlen utánozni, mert megvan az egyedi stílusom, formámban, gondolkodásban, és a legfontosabb, a pillanat, összerakva, így hangzik, menj a ház, pokol az utca. Nyersen fogalmazok, és egyszerűen utcanyelvet is használom az írásomban. Teljesen nyersen. 2007-től nyers fogalmazás lett a védjegyem, és ehhez tartom magam. Nem fogom ciprázni, szépíteni senkinek és semmiért. 2 évvel nem mondok egy, mondok egy kis részletet. 2 éve írtam egy olyant, ami akkor lett úgy hosszabb írásom, a kapcsolat. Ez a kapcsolat arról szól, 2 fejezetben írtam meg a jót, a rossz csalódást, a kapcsolat értelmét, szerelmet, boldogságot, és ez idén fejeztem be. 3. fejezettel, természetesen ezt nem fogom megosztani, ez túl hosszú lenne, ide is, sem fel nem fogom felolvasni, hanem apródonként lesznek hangos felolvasás, hangfelvétel, ami el fog jutni Kressa rádiójában. Ott fognak szerepelni. Remélem, mindenkinek tetszeni fog. Itt is, csatornámmal, ami most már véglegesen beindul, konkrétan, nagy üzemben, magam részéről, nem azt mondtam, hogy napi szinten, hanem, ahogy tudom, mindig fogok feltenni legfrissebb videót. Nálam nincs olyan, hogy halak, zené aláfestés, ez az amaz. Mert én egyszerű emberként szeretném az egészet megadni. Ki látja, figyeli, végignézi. És nem fogom azt a sablont követni. A YouTube-on, ami szokott menni, iratkozz fel, ha tetszik, dob le lájkot. Ha tetszik, akkor megoszthatod. Az meg rád bízom. Nem követelek, nem kérek. Rád bízom a döntést. Kellemes ünnepeket és kellemes hétvégét kívánok. Szia!